Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Köszönjük, hogy eljöttek újra a Családőrzők című műsorunkba, mint ahogy eljöttek vendégeink is. Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Köszöntelek. Szervusztok. Aztán köszöntöm Papp Csillát is, életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És a sorozatban, amelynek 51. részét vesszük fel egyébként ebben a pillanatban, úgyhogy túl vagyunk az 50-en. Harmadik alkalommal köszönhetem Bálesné Elekes Ritát, a Széna Egyesület a Családokért elnökét. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Van egy hagyományunk, amit te még annyira nem biztos, hogy ismersz, hogyha az állandó vendégek között cserélődés történik, ha harmadszor van velünk egy vendég, akkor megkérdezzük tőle, hogy hogy érzi magát a műsorban, mik voltak az eddigi tapasztalatai? Köszönöm szépen a kérdést, jól érzem magamat, szeretek ezekről a dolgokról beszélni, nem véletlenül is csinálom azt, amit csinálok. Nagyon fontos témákat feszegettünk már itt eddig, amikkel tényleg remélem, hogy elgondolkoztak a szülők ezeken a dolgokon, amiket már itt emlegettünk. És ilyeneket fogunk emlegetni a továbbiakban, és nagyon fontos témákat, bár lehetne azt mondani, hogy miért kérdés ez, de kérdés. A mai műsorunk témája az, hogy kisfiú, kislány, máshogy kell-e nevelni, máshogy kell-e hozzáállni a különböző nemű gyerekekhez? Teljesen máshogy, természetesen, hiszen egy fiúgyermeket ugye fiúsan nevelünk, most ezt én nagyon egyszerűen fogom megfogalmazni, de szerintem ez a lényege, hogy nem akarom babáztatni, meg nem fésülgetem órákon át a haját, meg nem úgy viselkedek vele, mintha ő kislány lenne, és hát egy kislánnyal viszont pontosan úgy, ahogy egy lánnyal kellene viselkedni. Mondjuk lehet, hogy ez sem egyértelmű egyébként mindig mindenkinek, mert hogy látok azért érdekességeket jártomban, keltemben, de azt gondolom, hogy igenis meg kell különböztetni ezeket, hogy fordulok a fiam, vagy hogy a lányom. Az egy, az közös, hogy szeretettel nyilván, és feltétel nélkül szeretettel, hiszen a gyerekem, ez független attól, hogy fiam van, vagy lányom van, de maguk azok a viselkedés mintázatok, vagy példák, amiket mutatok fel, és hát szerencsés esetben van egy apja, és van mellettem ugye egy férfi pár, akitől a fiú megtanulja a fiús attitűdöket, a lány pedig az anyukától tőlem, a nőtől a lányos viselkedés, lányos attitűd mintázatokat. Ez a jobbik eset, de ugye vannak egyszülős családok, de nem akarok így elébe menni, mert ugye van, ahol apuka nevel, van, ahol anyuka nevel két fiút, tehát azért nem teljesen úgy alakulnak a dolgok, hiszen tudjuk azt, hogy azért a mostani generációnak a nagy része apátlan nemzedék, tehát apák nélkül nőnek fel. Oké, hogy hétvégén becsatlakozik apuka néhány órára, vagy egy-egy napra, vagy szerencsés esetben még hétköznap egy-egy délután elmegy a gyerekért, vagy elviszi edzésre, de ugye azért ez nem ugyanaz, mint amikor rendes családként, tehát apa, anya, gyermekek családként egy életközösséget alkotva együtt vannak. Hú, de sok példát tudnék erre mondani. Láttam én olyan fiatal embert, aki úgy nőtt fel, hogy az édesanyja nevelte. Ennek köszönhetően sokkal szívesebben áztatta a kezét a mosogató vízbe és mosogatott, mint hogy mondjuk fölrakjon egy karnist a falra, vagy beveljen egy szöget a falba. Ez, láttam ilyen eredményt. Aztán láttam olyan eredményt kislányt felnőni, aki sokkal előbb tudott betonozni, mint főzni a konyhába, mert édesapa úgy döntött, hogy most már elég lány van a családba, belőled fiút csinálunk, és kisfiamnak szólította még 50 éves korában is a kislányát. Szóval nagyon sok példa van, de láttam olyan fiúgyereket, akit szintén egyedül nevelt az édesanyja, de talán pont ezért gondolta ő úgy, hogy neki kell majd előbb-utóbb a ház urává válni, és ő gyerekként tudatosan férfi emberré akart válni. Tehát azért itt nagyon sok példa van. Lehet általánosítani, hogy végül is, hogy mint? Melyik családban? Neked van fiad és lányod is. Nekem van fiam és lányom is, igen, és szerintem az a nagyon fontos, hogy lássanak példát. Ez most mindegy, hogy tehát, hogy nagyon jó egy és egybevág, hogyha az anyától női példát látnak, az apától férfi példát látnak, de ha ne adj Isten, nincsen, mert tényleg vannak sajnos csonka családok,
hogyha van valaki, akire felnézhet úgy, hogy ő eszményít, tehát hogy példaképként el tudja fogadni, és őt tudja utánozni, tudja pótolni valamilyen szinten a bizonyos apai vagy férfiúi szerepeket. Itt igazából az a nehéz, hogy ezek a szerepek maradjanak meg. Tehát, hogy nő nőként, férfi szerepekben próbáljon meg élni. Ebben igazából sok esetben, tehát most így példát hozok én is az iskolákban, hogy járunk és szexuális nevelést beszélgetjük a gyerekekkel, és ilyenről, hogy menstruáció, tehát a női éréssel való dolgokról még egy csomó gyerekkel nem is beszélgettek, pedig már benne vannak a korba. Tehát, hogy sokszor nincsen meg az a kapcsolat a gyerek és a szülő között, hogy nyíltan merjen kérdezni. És igazából ezt, hogyha helyre tudnánk billenteni, ez nagyon sok minden át tudná vezetni a fiatalokat. Tehát a lányok főleg hát az édesanyjuktól, de ugyanúgy kell az, hogy az apa, aki mellette van, ő is elfogadja azt, hogy az ő lányából nő lett. Tehát, hogy ezeket mi már így feldobtuk, hogy lehetne ünnepet teremteni ennek is, hogy ez tényleg ez a gyerekből, hogy válik felnőtt, ez ugyanúgy az érésnek a folyamata, és hogy ezt mind a két, tehát a fiúknál is ugyanúgy meg lehet erősíteni, és a lányoknál is, és hogy ezekre, hogyha nem negatívan éli meg, tehát nem olyan hangokat hall, hogy ez fájdalmas, ez rossz, ez a szülés is rossz. Tehát, hogy ha nem ilyeneket kap mindenféle külső információból, hanem az, hogy el tudja fogadni magát úgy, ahogy van nőnek, akkor az nagyon sokat segít később az érett nővé válásában, és a gyermek vállalásában is. Tehát sajnos nagyon sok fiatal lánynál van most ilyen endometriózis és görcsös menstruációs fájdalmak, és olyan dolgok, amik nehezítik, mind húzzák össze, tehát a nő, ahogy feszül, mert többfele húzzák, tehát ezeket oldani kell, és meg kell tanulni kezelni, és el kell fogadni, hogy nők vagyunk, mert a nőként sokkal másabb terheket viszünk, mint a férfiak. A férfiak is viszik a saját terhüket, de ők családfenntartóként általában, tehát a magyar társadalomban még mindig azt mondhatom, hogy a férfiak a családfenntartók. Itt ott összefolyik azért ez, igen, a szerep. Igen, igen, de tehát az lenne az ideális, hogyha azért meglennének a szerepek. Tehát, hogy ez lenne legalábbis az ideális tényleg, hogyha az apa el tudná tartani a családot, és hogyha több gyerekkel kell esetleg otthon maradni, akkor az anyuka meg tudna a gyerekekkel együtt otthon lenni, és nem azon őrlődnének, hogy vissza kell menni dolgozni. Itt megint visszameltünk a neveltetésbe, mert lehet, hogy még meg is lehetne oldani, de az anyuka is úgy lett nevelve, hogy önmegvalósítást szeretne egy munkahelyen. Tehát, hogy közben a karrier is benne van. Ugye régen, amikor úgy volt, hogy az édesanyák otthon vannak, és az otthon melegét őrzik, akkor ők arra lettek nevelve, hiszen voltak olyan iskolák, hogy feleségé nevelődjenek. Most viszont azért más nevelést, mi legalábbis mindenképpen más nevelést kaptunk, és szerintem a következő generációk még inkább. Hát én végig tanultam az összes terhességem alatt, tehát hogy végig, amíg otthon voltam a gyerekek mellett, egyetemet csináltam meg minden, de magában én most is azt mondom, hogy én nem ott vagyok a karrierben, ahol el lehetne jutni, hanem én vállaltam azt, hogy én a gyerekeimre, a gyerekeim, igen, a lényegek, és a férjem meg dolgozik, tehát, hogy ő mégiscsak ő hozza haza a havi betevőt, hogy így mondjam, de tényleg ez tehát, hogy még visszatérve, tehát a férfi-női szerepek, azok szerintem fontos, hogy már kicsi korban tudatosuljon a gyerekekben. Az, hogy milyenek leszünk majd nőként,
és a bölcsanyák itt jönnek egyébként, hogy nagyon nagy segítség és szükség van rájuk, hogy ezeken a változásokon át tudják segíteni a fiatalokat. Hát én nagyon fontos dolognak tartom azt mindenféleképpen, hogy a fiataloknak legyenek mintáik, amit követni lehet, ahogy ezt mondtad, hogy legyenek úgymond példaképek, ha tetszik, idolok. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a környezetükben élők éljék meg valóban a nőiségüket és a férfiasságukat, azok a férfiak. Ugye ma a bocsánat, a férfiaktól elvettük azt a lehetőséget, mert sok nő keményebb akar lenni, mint a férfiak. A férfias világba kell helytállnunk nekünk nőknek, alkalmazottként, vállalkozóként, munkavállalóként. Nagyon-nagyon kemény terheket kell cipeljünk magunkkal, és bizony-bizony az a valamikori emancipációs nagy-nagy harc, az egy kicsit talán most már konszolidálódik, és most már az egymásra utaltság az sokkal inkább jelképezi ezt az egészet, hogy ugye én nem segítek egy férfiként elmosogatni a feleségemnek, mert hiszen én is itt lakom, és én is ettem abból a tányérból, hanem nekem is feladatom, mert hogy a feleségem is dolgozik, és ő is ellátja a munkát. Tehát az otthon, a háztartás az közös feladat legyen. Még nagyon aranyos, te is azt mondtad, hogy a férjem az dolgozik. Te meg otthon a 4 gyerekkel malmoztál, mi? Tehát, hogy... Nem. Tehát, hogy érted, tehát... hogy... De a tudattalan, hogy mit mondunk ki, hogy a férjem dolgozik. Tehát még mindig ezt mondjuk, még a szóhasználata is, ezen mosolyogtam az előbb. Persze, hát a 4 gyereket te is el kellett, hogy lássad meg a háztartást. Persze. És még mellette egyetemes, tehát is játszottál. Nem, de nekem, én bevállaltam azt, hogy én viszont rugalmasban maradtam. Tehát, hogy én olyan munkahelyeket vállaltam, ami mellett el tudtam látni a 4 gyereket, és ez nem mindegy. Világos. Tehát, hogy ehhez nagyon megvalósításban nem juttattad el magad oda, hova azt mondtad, hogy szerettél volna, mert hogy ezt elfogadtad, és hogy te ezt szeretted ezt volna. És ezt szerintem igen. Rendben is van egyébként. Igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én ott, ahol vagyok, abban az életszakaszomban, ahol most járok, én otthon érezzem magam, és rendben valónak érezzem. Ha nekem ez a vállalásom, és én ebben jól érzem magam, akkor rendben van. Hogyha én ebben nem érzem jól magam, akkor belekényszerültem rossz döntéseim okán valamibe, és akkor meg igyekezzek rajta a lehető leggyorsabban változtatni, hogy én megint jól érezzem magam a világban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, amiről itt beszélgettünk, hogy nemi szerepek, hogy a kisfiúval, kislánnyal hogyan viselkedünk, és mit nem várjuk el, hogy autózzon. Az én kislányom az a két fiú után, ugye harmadiknak született a kislányom, hát ő gyönyörűen autózott a fiúkkal, nem volt semmi probléma, de bármelyik tesó képes volt beállni, hogyha éppen olyan játékot játszottak, mert ugye meg volt a családi megosztás, és akkor ők ezt remekül helyen is kezelték ezt a dolgot. Manapság, hogyha jönnek hozzám anyukák, különösen azok az anyukák, akik otthon több időt töltenek a fiú gyerekükkel, apa közben ugye egyengeti a család útját gazdaságilag és a saját karrierjét is építi, anyára rengeteg idő marad a gyerekkel, és anyák bajban vannak, mert nem voltak kisfiúk. Tehát nem tudják, hogy a fiúnak a vadsága az genetikailag bele van kódolva, tehát neki ki kell próbálni, az teljesen nagyon... Rendben van. Rengetegszer kérdezik tőlem, Zsuzsi, az normális, hogy az én édes drága jóisten volt, a te kisfiú, tudod te mi a jó abba? Hát sose próbáltad, engedd már meg neki. És akkor, hogyha én, ugye mindig úgy igyekszünk ezeket a beszélgetéseket összehozni a családokkal, hogy anya, apa, tehát aki, sőt van olyan, hogy két apa van jelen, meg egy anya, mert náluk az a leosztás, de én ott is leülök, és mindenkivel beszélgetek, tehát ez nekem nagyon fontos, és akkor apáknak visszaadni azt a rangot, azt a tisztet, hogy te megmutasd a fiadnak, hogy engedd meg, és akkor bíztatom őket, hogy legyen már apja-fia program. Hát menjenek már együtt, bánom is én, hogy pecázni mennek, vagy boxolni, vagy motorozni, vagy barlangászni, vagy sárkányteregetni, vagy tök mindegy, hogy mit csinálnak, csak legyenek már ketten, és ott ne legyen nő, a női energia ne jelenjen ott meg, mert az valami iszonyatosan fontos a gyerekeknek. Ugyanez igaz az apja-lánya kapcsolatra is. Nagyon-nagyon fontos, hogy akkor ő meg tudja mutatni, hogy az én hercegőmmel hogyan bánjon az a férfi, aki a közelébe mehet. Mert honnan tanulja meg másképp az a lány, hogy mit engedjen meg kamaszkorába egy fiúnak, mit illik, mit nem illik, hogyan tehetem, mit nem tehetem, vagy miért kell nekem még nagyobb lúzernek lennem, mint a fiúknak, vagy még erősebbnek lenni, mint a fiúknak, vagy még hangosabbnak lenni, mint a fiúknak. Tehát, hogy nagyon össze van ez a dolog így zavarodva és keveredve, ez még önmagában nem lenne baj, a baj az, ami ezután következik.
hogy mivel nem tudom magamat sem így kezelni, sem úgy kezelni, ezért a világban én úgy vagyok, hogy éppen mikor milyen hatás ér, vagy az ellen, vagy pont azért fogok küzdeni, kiszámíthatatlan leszek. Nem érzem magam otthon a világomban. A kislányok többnyire hercegnőnek születnek, és amikor még habos-babosba lehet őket öltöztetni, teszem azt még az óvodába, a farsangon ő még hercegnő, hiszen erről szólnak a mesék. Nem változik-e a világ annyiban, hogy azért a kamaszlányok már nem hercegnő kategóriában szeretnének sorolódni? Mintha másfelé mennének. De ez is nagyon csapongó, mint ahogy a kamaszlét csapongó. Tudod? Tehát hogy a kamaszlányoknál is látod azt, hogy hagyjál engem békén, majd én nekem ilyen lesz a hajam, olyan lesz a ruhám, ilyen lesz a rúzsom, olyan lesz a cipőm, és akkor ezt ők így ki is találják maguknak, és hogyha elég erősek, már pedig a mai kamaszok elég erősek, el is érik, amit akarnak többnyire, de azért, amikor jön egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, olyan jó oda bújni apa medvéhez, vagy olyan jó oda bújni anyához. És akkor ők visszaváltoznak ám kis hercegnőkké. Tehát lehet látni a kis duzzogást a szájukhoz. Nem fiúsodnak a lányok? Alapvetően azt gondolom, hogy igen, sajnos, igen. Ugyanúgy, ahogy mi nők lettünk egyre maszkulinabbak, hogy helytálljunk az életbe, az utánunk következő nemzedék hát hozza a mintát. Hogyne? Igen, csak ugye mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát miért lettünk mi maszkulinok, miért voltak a szüfrazsettek, tehát ugye mit akartunk elérni. Nem biztos, hogy pont ezt akarták elérni azzal a mozgalommal, ahová aztán jutottunk, mert igazából nem ez volt a lényege, hanem az, hogy a nő is ember számba legyen véve, és hogy legyen egy tisztelet, egy azt hiszem nem is szavazhattunk még akkor, nem, most nem akarom felidézni. Nem, mert hogy még mindig harcolunk ezért? Én biztos, lehet, hogy én nem személy kéne, szerint nem igen. Harcolok, nem is akarok harcosan azonként tetszelegni, de hogy mi volt előbb, tehát hogy azért lettünk ilyenek, mert mondjuk a férfi nem volt már úgy benne a férfi szerepben, hogy kellett volna, és nekünk kellett odállni zászlóvivőnek, mert hogy voltak olyan férfiak az idők folyamán, akik nem voltak képesek a férfi szerepbe beállni, vagy azért nem volt képes a férfi férfi lenni, mert mi elkezdtünk dominálni. Tehát nem tudom, hogy mi volt előbb egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi indíthatta be ezt, hogy tulajdonképpen a férfiak kasztrálódtak, a nők meg elférfiasodtak, mert mondjuk ki, hogy ez van. Én azt gondolom, hogy abban az időben, amikor még voltak fiúiskolák, meg lányiskolák, akkor rendkívül helyén lehetett kezelni ezeket Igen, a dolgokat. Igen, ez egy jó példa volt. Ugyanis a fiúiskolákban azok a tanárok, akik a fiúkat nevelték, ők pontosan tudták, hogy mi az, amitől férfiassá fog válni az a fiú. Hogy hogyan tanul meg küzdeni, hogyan tanul meg ezt, hogyan áll helyt, hogyan tudja magáról, hogy mi a dolga, mi a feladata. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy ma a gyerekek úgy nőnek fel, hogy hány darab óvó bácsit ismertek a városba? Egyről tudok, ha jól Egyről. Tudom. Oké. Hány tanító bácsi van a városban? Kevés. Nagyon-nagyon kevés. Van több is. Most már azért néha-néha van, de nagyon Igen. kevés van. Nem él már szegény testnevelés tanár barátom, ő mondta egyszer, azt mondja, hogy egy borzasztó dolog, ha én rászólok egy fiúra az iskolába, akkor elsírja magát, ha meg oda megyek hozzá és kérdést teszek hozzá, akkor meg összepisélje magát, mert annyira fél, mert egyszerűen egy férfi orgánumot hall. Pedig, vagy egy férfi energiát érzékel, amihez nincs hozzászokva. Tehát, hogy nem tudják kezelni. Na most az a baj, hogy ugye a felnövekvő nemzedék nem kapja meg a férfi energiát. Tehát én például, ugye tudjátok rólam, hogy az én férjem is terapeuta, és hogy mi együtt dolgozunk. És én imádom, amikor legugol, meg letérdel a 4 éves elé, és így a mellkasára teszi a kezét, és azt mondja, hogy itt bent a szívedben, ebben a helyzetben, mit csinál egy erős férfi? A 4 éves tudja, hogy még egyszer megpróbálom. A 4 éves tudja, érted? És csak ennyi kell neki, hogy egy férfi azt mondja, hogy így bent a szívedben mit érzel. De ha ezt én egy nőként mondom neki, akkor én vagyok az, aki őt manipulálom. Abszolút. Abszolút, igen. És innen indul ám valahonnan. Innen indul ám, hogy elvettük a gyerekeinktől a férfiakat. De mi vettük el? Hát a társadalom most mi vettük el. Teljesen más megváltozott, tehát nincs elismertsége a pedagógus társadalomnak. Most bocsánat, arról beszéltünk, hogy azért a férfiak leginkább családfő kell, hogy legyenek ők azok, akik haza kell, hogy talicskázzák azt a pénzt, amit anya a gyerekre meg a családra tud költeni. Hát ez van, kemény az élet, és mindenki teszi a dolgát. Pedagógus fizetésből nem fogsz eltartani 3 meg 4 gyereket. Hát ezért már nincs férfi a pedagógus pályán. Hát hogyan? Ez a gyökérhelyzet. Hát
Én tudok meg egy jó példát. Most de jó. Én vagyok mindig a kakukk tojás. Mi csináltunk a paklubot is. Volt egy ilyen időszakunk, a Német Ádám csinálta nálunk, és ott csak apukák lehettek egy sörözőbe. És nagyon szinte egy önsegítő csoport alakult. És igazából nekik is arra volt szükségük, a saját tudásukat osztották meg, de ezzel olyan megerősítést nyertek saját apaságukban, meg a férfi szerepükben, hogy tök jól be tudták lőni, hogy ezt tényleg jól csinálják. És akkor ez egy ilyen hátbaveregetés, hogy oké, ez tök jó. Meghallott olyat, hogy ki hogyan csinálja, tehát, hogy és az a nyitottság megvolt. Tehát, hogy, és fiatalok voltak, nem idősebbek, én egy-két-három gyerekes édesapákról beszélek, tehát, hogy van egy ilyen generáció, aki már ezután is nyitott, tehát, hogy keresik a lehetőségek, és egyébként országos szinten is vannak már hálózatok, meg apaklubos csoportosulások, úgyhogy erre is már több tendencia van, hogy próbálnak nyitni, hogy az apák is felfedezték, hogy kell az, hogy szabad időt is töltsenek, tehát, hogy együtt legyenek a családjukkal, a gyerekeikkel így külön-külön, úgyhogy én, tehát, hogy ez szerintem nagyon jó irány, amit a fiatalabbak már tudatosan próbálnak tervezni. Úgyhogy én nekem ez mindegyik ilyen kis megerősítés. Visszatérve még egy kicsit erre a női példákra, ott leginkább én a válások kapcsán vettem azt észre, hogy egy nőnek akkor kell olyan mindenféle szerepben ott lenni. És emiatt szakadtak szét egyébként. Uh-huh. Nagyon sok esetben ilyen meghasonulás van, és ilyenkor általában, hogyha van fiúgyermek, akkor ő apa szerepbe kerül. Igen. Tehát, hogy a válás az nagyon, nagyon oda tudja vágni a családot, a gyerekeket főleg. Tehát, hogy az egyik ilyen legnehezebb történet, igen. És itt volt az, hogy a nők nagyon erősnek kellett, hogy legyenek, mert hogy az adott élethelyzetet, amibe kerültek, máshogy nem tudták áthidalni, mert azért egy keresetből meg nem, tehát hogy az de bocsánat, olyan nehéz. Miért egy keresetből, meg miért egyedül, hiszen a gyereket ketten vállaltuk. Mondjuk te meg én, ugye mi vállaltuk a gyereket, akkor attól, hogy mi külön válunk, ő már nem apuka? Nem, nagyon kevesen tudják ezt intelligensen ez megoldani, tehát mert, hogy ugye onnantól ez a kezd, probléma, már nem apuka, hogy alig akar fizetni gyerektartást, igen. Örülhet az anyuka, hogyha valami alamizsnát odadob, nem vesz részt a gyereknevelésben semmilyen szinten, csak akkor, ha villogni kell vele, hogy megszerezte a gyerek a diplomáját, meg a nyelvvizsgáját, meg a nem tudom én mit, anyuka fúrja a karnist, építkezik, autót szerel, egyedül áll helyt, persze. Hát, tudom, igen. Csak azért mondom, hogy ezek is alapkonfliktusokból indulnak igen. El, tehát, hogy ők egymás között nem tudják ezt normálisan kezelni, és ezért jutnak el odáig, hogy elválnak, mert nem tudnak, tehát, hogy erre ők sem tudnak, igen, tehát egy jó mintát, igen, igen, és azért mondom, hogy így viszont nagyon sok nő került ebbe a helyzetbe, akik nevelték a gyerekeiket, akik ezt látták, és most azért tartunk szerintem valószínűleg itt, de közben jön egy másik oldal, ami megmondom, mert próbálja erősíteni egy ezeket a család. Igen, uh-huh. Tehát hogy azért mondom, hogy most így kezd egy kicsit így visszaállni, legalábbis amit én egyébként látok. Az is nagyon pozitív, hogy ekkora igény van erre, mert ugye ez azt jelenti, hogy felébredtünk, észrevettük, hogy baj van, és hogy érzik a férfiak is, érzik a nők is, összességében érezzük mi emberek, hogy nem jó volt az irány egy darabig, és hogy van egy belső igény arra, hogy rendeződjön, tehát hogy meglegyen az az egyensúly, és hogy ha nem is a tradicionális kapcsolati mintázatra kerüljön vissza a mostani párkapcsolat vagy házasság, de hogy valami olyasmi, mert ugye közben meg 21. században vagyunk információs társadalomban, tehát úgy már nem tudunk élni, mint a 60-as, 70-es, 80-as években, hiszen másképp élünk, de hogy mégis azok a szerepek azért valahogy meglegyenek, és legyen köztük átjárhatóság. És itt van a reziliencia, rugalmasság, amit mondtál. Igen. Én azt gondolom erről az egész történetről, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, vetetted fel ezt a kérdést. Igen. A folyamatok egymásra hatása az, ami eljutatott bennünket oda, ahol most tartunk. Hogyha tudatosan kezessük a megoldást azokra az élethelyzetekre, ami bizonyos csoportoknak nehézséget okoz, és a hasonlóságokat megkeressük, akkor azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy tegyünk is. De tenni kell, van igen. Dolgunk. És a másik, ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanúgy, ahogy mondtad ezt az apakört, én nekem szenzáció, én mindig elmondom a környezetemben lévő kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, szülőknek, mindenkinek, hogy
vegyétek már észre, hogy az a valamikori ökörkör az olyan energia a férfiaknak, amitől ők ott érzik maguknak, és ott nincs helye nőnek. Tehát kell, hogy legyenek nekik olyan helyzeteik, amikor ők maguk vannak, amikor megélhetik a vadságuktól elkezdve a szélsőséges dolgaikat, bármit, amitől ők jól érzik magukat, és amiben ők otthon vannak. De nekünk is szükségünk van ám arra, hogy legyen kis kávézás, pletyózás, vagy bármi, amiben mi csajos partikat tudunk megülni és megélni. És erre mind a két résznek szükség van. Tehát, hogy ezt engedjük meg magunknak, és ez legyen az életünk szerves része, hogy igen, hogy néha összenülünk ketten-hárman csajok, és akkor dumálunk egy jót, és attól mindenki jobban érzi magát, mert fürödtünk egymás energiáiba. Ugyanez igaz a fiúkra is. És aztán akkor lesz energiánk egymásra. És akkor lesz türelmünk, meg lesz szeretetünk, meg lesz kitartásunk, hogyha ezt megadtuk magunknak. Mondhatok egy rövid példát? Egy ismerősöm mesélte, hogy a párjához jött egy gimnáziumi osztálytársa, osztálytalálkozóra, és előző nap megérkezett az úr, és ott aludt náluk. És azt mondta, hogy kiültek szivarozni, pedig a párja nem dohányzik, kiültek szivarozni, boroztak, viszkiztek, és azt mondja, úgy vihogott szó szerint a két pasi kint a teraszon, mint két kamasz, tehát visszamentek a gimnáziumba, előjöttek azok az érzések és a pasis érzések, és mondta, hogy ő direkt nem ment ki, hanem bentről mosolygott, és örömében folytak a kínű, hogy végre pasi programozik a pár, és hogy végre egy kicsit látja, hogy visszakerül abba a minőségbe, ami ő valójában, és amire szüksége lenne mindennapokban is. Tehát, hogy ilyen apróságokkal is egyébként segíthetünk magunknak abban, hogy férfiak legyünk, nők legyünk, megéljük, és szeressük azt, amik és akik vagyunk. Mert túlságosan igyekszünk magunkhoz látszolni, pedig néha el kell engedni. Így van. Nos, gyereket is, apát is. És hát meg nem birtokolhatunk. A műsoridőt is el kell engedni, mert hogy ismét elszaladt az idő, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Szenzációst beszélgettünk most is. Bálesné Jelek is Ritának köszönjük a részvételt, Pap Csillának és Fekete Cseri Zsuzsannának is, és nagyon köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak ebben a műsorban. Családőrzők című összeállítással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!